Sziasztok, Marika vagyok. Gondoljátok el, leszedtem a bazsalikomot, ugye most már október vége van, hát azt elfelejtkeztem róla. Olyan helyre raktam, hogy majd szem előtt legyen, de nem volt szem előtt, mert arra pont nem jártam. Na, úgyhogy két napig kint állt itt elől, aztán mondom, ezt meg kell mosni, úgyhogy nem tudtam lemérni, mert rengeteg rossz lett benn. Képzeljétek el, nézzétek meg, a víztől így barnul meg. Lehet, hogy azért, mert már ugye öreg volt a bazsalikom. Hát ne tudjátok meg, mire ezt a, nem tudom mennyi lehet ez, talán szárazon lehetett olyan 80 gram körüli, mert ugye emlékszek, ugyanennyi volt az ezelőtti videónál is, amit készítettem. Aztán, hát így már nem mérem le, lemosva, mert hát így biztos sokkal több. Esetleg mikor ebbe belerakom, nem mérhetem. Na, ide kimértem 130 gram olívaolajat. Gyors videó legyen. Aztán kitaláltam, hogy én ugye csináltam, vagy hát törtem ezt a mogyorót, meg megpirítottam, pont most hoztam fel a mélyhűtőből 2 órája körülbelül, már fölengedett, ugye már lefagyasztottam. Aztán mondom, akkor ez is, vagytok mennyi, beleburítom, aztán meg tudom, 70 gram. Gondoltam, hogy ezzel megpróbálom, mert már próbáltam, azt hiszem, hogy fenyőmaggal is, meg földi magyaróval biztos ezelőtt. Hát azt az olajat sokallom, de ugye ez annyi olajat fölvesz, hogy csuda. Ez most fagyasztásra megy. Na, akkor fokhagymát is remélem. 35 gram, 36. Na, akkor a sajt. Gyors videó legyen. Ja, és 10 gram só benn van. Benn van a 130 gram olívaolaj és 10 gram só. Nehogy kimaradjon. Bele a sajt, ami trapista szintén, mert jó volt azzal is. Úgyhogy trapistába fog most is készülni. Nem parmezánozok, mert semmi íze annak. De ugye vizesen csalós, úgyhogy fölöslegesen is mérem. Hát túl sok bazsalikomot nem lehet. Én mikor szárazra lemértem, 80 gram volt, tehát itt majdnem ugyanannyi minden, úgyhogy 80-90 gram bazsalikom még mosás előtt. Ja, dupla súlya lesz szerintem, vagy még több mosás után. Igen, biztos, mert most már 66, akkor 70-ig berakom, és akkor majd felezünk. Na, akkor rárakom a tetejét, aztán összeaprítok mindent. Lemértem, ennyi bazsalikom, amit utána beleraktam, az 80 gram. Az pedig 80 gram. Na. Úgyhogy akkor 150, akkor hát körülbelül igen, ahogy mondtam, 80 gram lehetett, vagy még annyi sem ez a bazsalikom. Még 20 gram olajat raktam hozzá, lehet, hogy nem jól nyomtam a felvevőt. No, minden kész. Tehát még 20 gram olaj hozzákerült, akkor most kiszedem ebből a üvegből. Ilyen mascarpone-s dobozokat én félre, ez a műanyag doboz, tudjátok. Félre szoktam rakni, kimosom, félre rakom, hogy ha sok van azért, akkor nem. Jártok, mindenképpen kimosom, és akkor így ilyenre föl lehet használni, ugye jól rápattanik a teteje, aztán jól zár, meg majd még egy nájlonba is belerakom, mert ez teljesen megy a mélyhűtőbe, de mindjárt megkóstolom. Nem, már kóstoltam ám persze, itt a villa. De is mostam utána, mert képzeljétek el, valaki megszólt azért, mert hogy belenyalogatok a saját ételembe. Jó, hát én pedig nem is nyalogatok bele. Az olyan ritkán fordulhat elő, hogy ihaj.
Mert videón, ha nem csinálok videót, meg se kóstolom az ételt. Én úgy megfőzök, hogy meg se kóstolom. Úgyhogy eleve nem is szoktam kóstolgatni. És képzeljétek el, ilyet mondtak rám, pedig tényleg leszoktam mosni, vagy előveszek egy másik kanalat, de hogyha nem csinálnám ugyanazt a saját konyhámba, azt csinálok, amit akarok. Hát ő neki arra, az nem tetszik, nem kell követni. Gyerekek! Hát, tudjátok. Még szerencse, hogy az agyam bírja ezt a ilyen bántásokat, mert hú, hát akkor már régen abba kellett volna hagyni, nem 600 videót felrakni a YouTube-ra. Ezt nem mondom, hogy olyan jó videók, de hát aki szereti nézni a Marikát, vannak jó. Hát én elmondok mindent jó részletesen, ugye, ezek ilyen jó dumálós videók, hogy éppen legyen türelme valakinek végignézni. Na, azt még megkóstoljuk. Velem megkóstoljátok. Meg ezt is lenyalom. Nagyon finom. Most kéne kóstolgatni. Na, ide nézzetek, milyen sok lett. Ez egy 500 g-os mascarpone is doboz. Hát szerintem nem fog az annyira összeállni, hogy ne tudjak belőle kivenni, hogyha közbe kell, de lehet, hogy kiveszem egybe. Látjátok, hogy rá pattant, de se jön. Berakom nejlomba, és megy a fogyasztóba. Egy kis kovászos kenyérre kitörölgetem, megkóstolom. Jój. Hát képzeljétek el. Így kóstolgattam már közben. Én ezt érzem a legfinomabbnak, ahogy elmondtam. Hát az nagyon finom. Nem is rakom minden a méhüttőbe, veszek ki belőle. Mert már a másikba kevés van, aztán ahhoz rakok. Összekeverem a földi magyarosat a rendes magyaróval. Hát ez nagyon finom. Nagyon finom, próbáljátok ki. Remélem, ebből a videóból tudok valamit csinálni, mert összetudok valamit hozni, mert fölvettem mindenfélét. Úgyhogy sietek, mert más dolgom is van, aztán csak úgy meggondoltam, hogy megmutatom, hogy rendes magyaróval is el lehet készíteni, nem kell fenyőmag, olyan drága, mint a méreg, hogyha van földi magyarótok, vagy rendes magyarótok, vagy diótok. Dióval még nem próbáltam, lehet, hogy azzal is kipróbálom, azt is megmutatom. Na, hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem tetszett, nézzétek meg, milyen erős. Írjatok kommentet, mindenképpen készítsétek el, mert ez nagyon finom, egy margarinos kenyér vagy vajas, aki vajat szereti, megkenitek a kenyeret vajjal, ezt meg rákenitek, vagy főztök tésztát, lehet, hogy van róla videóm, és akkor ilyen pesztót egy kicsit még olajjal meg kell keverni, és akkor rá a jó forró tésztára, jó ide finom, hát próbáljátok ki. Ja, köszönöm, hogy végignéztétek a videót, még egyszer mondok mindent, írjatok kommentet, legyen szép napotok, sziasztok!